Hát adjon az Isten szép napot! Pukovics János vagyok. Abszolút jöttem Palócországból. Mesemondással foglalkozom. Hát aztán az úgy volt, hogy öreg apámmal, mikor ott ültünk a lócán, azt az öreg a tarisznyájából előhúzott egy mesét. Hát azt, amit el is mondok nektek. Hát hol volt, hol nem volt, valamikor réges-régen, az üveghegyen is túl, ottól az a kicsit kurta farkú malasz túl. A télt egy öreg ember. A volt ennek egy felesége. De nem, ez nem a milyen asszon volt, halljátok -e. Ennek az beszélhetett az öreg, oda se figyelt rá. Egyszer mondja neki, hogy csalod -e te asszon, én kimegyek szántogatni. Az ér hozzám, van nekem valami szántóvetőnek való ételt. Úgy jó. Fogta az öreg a két tököröt, befogta, elkét föltette a kocsira, és elindult ki az erdő szélire. Azt elkezdett szántogatni. A dél felem a látja, hogy a felesége hozza neki az ebédet. A finom ebédet vitt, sült tyúkot, tetszett is az öregnek. Másnap megint mondja, megyek ebédre, nekem ne hozzá a tyúkot, valami mást hozzá. Hát, Szantogat az öreg, jön a felesége, megint délbe. Ha hát, tudjátok, hogy -e, mit hozott, megint gyókat. Mondja neki az öreg, hallod -e te feleség? Ha már mondtam már, hogy ne tyúkot hozza, hagyjad ma azt a lábas jószágot, hát mi lesz térre? Szantogatott az elment, az az asszony. Másnap megint mondja az öreg, na no, megyek még szántani, ebédet hozzá nekem úgy volt, szántogat, nébe a felesége. Ha hát, tudjátok, -e, mit hozott neki? Ha hát, a tyúkot, megint csül a tyúkot. Állod, de te feleség, hát mondtam már neked, hogy de tyúkot hozzá, hagyja a térre is. Ja, de látom, hogy én neked ma hiába beszélek, te egy visszas vénasszony vagy. Erre fogta a kocsiról, levette egy azt a kocsi mellett elkezdett egy nagy gödröt ásni. Ásogatta, nézi a felesége. Hát te mit csinálsz? Hát egy gödröt alsok te. Tehát be nehogy beleessé. Hát olyan még gödröt tartsod, hogy alig bírta alsó nyelin kimászni belőle. Fogta, föltette az alsót a kocsira, erre a felesége odament, azt mondom bele a gödörbe. <laughs> ott már azt te esti, az öreg maga befogta az ökröket, azt ott hagyta az öreg asszony. Hát az meg ott kuksolt a gödörbe. Este felem azért fázott is, meg meg volt ijedve félt. Ha nem gyűne erre, senki azt mondja. Ha hogy kerülök én innen ki? Azt se bánnám azt mondja, egy ördög gyűne erre, azt az vinne innen ki. Ha még ki sem mondta, ott termette egy Na, no, öreg anyám azt mondja, amit akarkent. Jaj, hát vigyél már engem innen ebből a gödörből. Beszökött az ördög a ködörbe. No, öreganyám, kapaszkodjon csak fel a szondja hátamra. Ha, kellett kétszer mondani az öreg asszonynak. Fölpattant a hátára, elkapta két szarvat, már kisugrott az ördög vele. Mikor kértek, no, öreganyám, szálljon le, most már kihoztam. Jó, nem szállok én innen le. Hát szálljon le, hát már még mennék vissza a tanyára. De ha hát én akkor se szállok le, mondja az öreg Na, ha nem szakkor, akkor viszem az ördög Azzal fogta magát, megugrasztotta, megsállt az ördög tanyáig. Am meg egy malom volt, ott törölték a csontokat, lisznek. Mikor odaért az öreg az a sok ördög mind körbe kapta. Ha mit hoztál ide? Hát nem akart leszállni a hátamról, én meg ide. Hát jó lesz itt, majd főzöget nekünk. Oda jött a főördök. Mit hoztál te, brúgó? Hát egy öreg azt mondja, jó, főz, jó lesz itt nekünk majd főzöget. Meg is kérdezte az öreg asszontól az ördök, a főördök. Ja, aztán itt marad, kent főzni, tud főzni. Tudok bizony, mondja az öreg asszony. No, ha itt marad, azt mondja, akkor magának is ördöggé kell válni. Hát aztán miből áll az az ördögbe kérdezte az öreg asszont. Hát először is megfüröztünk, mondta az ördök, Hát az nem rossz dolog. Erre fogták, bevitték egy helységbe. Volt egy nagy kád, tele volt mézzel. Abba belelaktak az öreg asszon, megforgatták bele. Aztán kivették, átették egy másik kádba, abba meg egy tollú, pihetollok voltak. Abba forgattak bele az öregasszonyot, mikor onnan kivették, halljátok-e, még az ördögök is megkülköltek, olyan csúnya volt az öregasszony. Na, azt mondja az ördög, hónapra ebédet kérünk. Hát neki is kellett az öregasszony másnap főzögetni, de hát se krumpli, se zöldség, semmi nem volt. Mondta is a főördögnek, hát zöldség is kell, meg hagyma, meg krumpli, hát itt semmi nincs, csak hús. Na azt mondja, elmegyek én haza, otthon a kert tele van krumplival, meg zöldségekkel. Fogta magát, hogy nagy tollúsan elment haza. Aztán ment egyből ki a kertbe, húzogatta, szedegett ott a krumplit, meg az zöldséget. Az ura kijött az udvarra, kinéz a kertbe, akkor meglátta az öreg nem tudta elképzelni, hogy mi lehet az ott. Hé, azt mondja, ez a mi lehet az ott? Mindjárt a hét a szomszédok ott. Gyertek ma, nézzétek meg, mi van a kertembe? Hát azok is, mikor megláttak, úgy megijedtek, szaladtak a bíróhoz, hogy jöjjön már, nézze meg, hogy mi van ott a János bácsinak a kertjében, ott van egy olyan ronda lény, hogy na. Hát mikor ment a bíró az összes vezető emberrel, meglátták az öregasszonyt, azok is úgy megijedtek. Ki is találta a bíró? Na, mondtam én nektek, lássátok, nem egyezett a falu, a jó Isten most ránk küldte ezt a csúnya rusnya lényt. Jobb, ha innen mi elvándorolunk. Hát úgy volt. El is vándoroltak. Ki gyalog, ki szekérrel, ki lóval. Úgy, hogy teljesen kirült a falu. Másnap, mikor ment az öreg asszony az ögységé, ha hát senkit nem talált a faluba. Ő, mikor visszaét, mondta a főördögnek. Némán, ha teljesen kirült a falunk, azt mondja, Egy lélek sincs úgy uh, megerültek az ördögök, fogták magukat, azt elfoglalták azt a falut. Aztán még a máma is ott élnek. Mert ha nem mentek volna oda, bizony, én mondom, nektek az én mesém is tovább tartott volna. Hát az meg úgy volt valamikor réges-régen, még a öregapámmal ott az agyva parton sétáltunk, mert bizony felénk az agyva folyik. Aztán az öreg még látott egy nagy odvas Ha volt neki 77 alga. De ezeknek a korcába, fércébe, mert ringes szoknya volt rajtuk, mindegyikben volt egy csorda bolha. Na jó, egy kis tetű is volt. Mert aki az én mesémet nem hallgassa figyelmesen, ha hát ennek a csordának legyen a csordása, aztán ha csak egyet elenged belőle, ne. Hát ez a 366-666-ból a sípja meg egyszerre, az hát meg nem öröm, ugye? Na jó, elmondom a mesét. Ahol volt, hol nem volt, valamikor réges-régen, arra felénk ott a falu végén élt egy öreg asszony. Szegény asszony volt, nem volt ennek semmi, csak egy kicsi kakaskája. Hát ez olyan szép kis kakas volt. Az minden reggel nap előtt, kik ment a szemétdombra, az várt, hogy kelljen föl a nap egyik nap is úgy volt, lesi a napot, hogy mikor kell fel, mikor meglátta az első sugarat, akkor már a kezdett, hogy kokorékú, kokorékú. Ott van, a nap, kapargált a szemétdomba, azt hát, hogy kaparga, hát csak a napsugara megcsillantott valamint a szemétdomba, mindjárt kapart rajta, meglátta, hát ez egy gémanfék rajta. Eljön a mibe egy bőrra az endített. Kókorékú, gazdászony, találtam egy émánt fékrajcát. Bár ne tette volna, mert az úton ott volt a török császárnak a szolgája, azt meghallotta. A meg mindjárt gondolkodott, né. Hát én azt mondja, ezt elveszem a kakastól. Elviszem a török császárnak, hát az azt mondja, mindjárt kinevez valaminek. Hát, hogy gondolta, úgy is cselekedett. Adogrott a kicsi kakashoz, elvette tőle a gyémánt a salanta palotába, vitt a császárnak. Ami megörült, É de jó, hogy hoztad, egy vigyétek csak be a kincses kamrába. Te meg itt maradsz mellettem szolgálnak. Ő kihúzta magát a szolgát. De hát hiába húzta ki, mert nem tudta, hogy milyen ez a kis kakas. Mert ez azon nem a milyen kakasú. Ez nem ilyet meg, fogta magát, azt elment a török császárnak a palotája az az felrepült a kerítésre. Azt rázendített, kókorékú, török császár, add vissza a gyémán fékrajcára. Akkor a török császár még a füle is kezdett veresedni. Te szolga mondja. Hát ezt nem mondtad, hogy elvetted ettől a kakastól. Erigy, azt tüntesd el azt a kakast, de rögtön. Parancsót ugrott a szolga, megfogta a kicsi kakast. Hova tegy a nézegette, még látod, de ott van egy mély kút fogta, az beledobta. De hogy belesett ez a kis kakas, hát ez nem ilyet még, hanem egyből a kezdett. Szíjt föl, begyem ezt a sok vizet, azt mondja. Szíjt föl, begyem ezt a sok vizet. Hát ez a kicsi kakas a kútból az összes vizet fölszíta. Aztán fölrepült a kútkávára, megrázta magát, azt onnan kezdte. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt fékrajcárom. mikor meghatotta a török császár, elkezdett a feje vörösödni. Te szolga, hát hogy tüntetted el ezt a kakast? Az fog meg, azt tüntesd el, mert baj lesz. Ha ugrott a szolga, szalad megfogta a kicsik, kakast, azt lesett, hogy soha teheti. Ha meglátta a kemencét, amibe be volt gyújtva, ő, fogta fogtak a kakas, kinyit az ajtót, már be is dobta. Na de nem is ilyet meg ez a kakas, mert rögtön rá kezdte. Engedd ki, vegyem ezt a sok vizet, hagyolts el a tüzet, engedd ki, vegyem ezt a sok vizet, hagyolts el a tüzet. Ha úgy volt, az a kicsi kakasnak abban sok kútvízből mind engedte, majd szét most a kemencét merre a tüzet, aztán fogta magát, fölkrepült a kemence tetejére, azt onnan kezdte. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémát, félkarai cára. Jaj, akkor meghallott a török császár, te szolga, ha nem tünteted el ezt a kakast, a fejedet veszem. Így nagyon megörült, hogy meg ilyet a hogy a ha elveszik, az nekem nem öröm fogta a kakast, nem tudta, hova tegye. Akkor eszüből ott, hát né, ott van a kertben az a sok mékas. Majd beteszem egybe, azt az a sok mé majd ott össze-vissza fogja szurkálni. Hát úgy volt, még fogta, kivitte, az beletette egy kaptárba. Ha volt benne 360 ezer 660 darab darabos. Addig még be nem tették a kakast oda, addig el voltak, de hogy a kis oda bekerült, elkezdtek zümmögni. De a kis kakas rögtön rákezdte. Szíjt fel, vegyem ezt a sok darazat, Szíjt fel, vegyem ezt a sok darazat. Hát ha hiszitek, ha nem, az a kécsi kakas ezt a 366.666 darab darazat mind beszélt a begyébe. Aztán kijött a kasból, az felrepült a török császárnak az ablakába. Aztán onnan kezdte. Kukurikú, török császár, add vissza a gyémán fékraj cárom. Akkor meghallott ez a császár, a feje tiszta vörös volt, a szeme kigúvat mérgibe. Te, szolga, hát nem azt mondtam, hogy tüntesd el? Felséges császárom, én azt hittem, hogy ott a darazsak nem hinni kellene, nem tűtlen, fog majd hozni, de azt nekem. Hát úgy volt, megfogta a szolgást, oda vitte. De bizony mondom nektek, mert abban rég régi időben nem ilyen nadrágokba jártak az emberek, nem ilyen budgyos nadrágjuk volt. Hát, hogy azt odaadta a császárnak, megfogta azt a kis kakacsot, a gacsájába. Hát, hogy az milyen illatok voltak oda azt ne kérdezzétek, azt én meg nem mondom nektek. De bizony a kakas nem ilyet még mert rögtön rangt kezdte. Eresz ki ezt a sok darazsat. Eresz ki ezt a sok darazsat. Hát azt a 366 darab darazat mind beleresztett a gotyájába. Na, járt is alma a török császárnak, meg a lába. Biztos láttatok már néptáncosokat, ilyen legényeseket, mikor ott táncolnak, meg csapkodnak. Hát lepipálta volna őket a török császár, elmondom nektek kinyalva csak annyit tudott kinyögni. Hé, te szolga, fog meg azt a kakast, azt a kincses kamrába, hagyd találja meg a gyémánt rajcárát. Na, no, fogta a szolgot, betette a kincses kamrába. De bizony ez a kis kakas nem keresgélt, hanem csak annyit mondott. Szít fölbegyem ezt a sok aranyat, szít fölbegyem ezt a sok aranyat. Az a kicsi kakas ami volt, aranyott a kincses kamrába, mind föl szíta. Még volt egy egérjük, abba is volt egy darab arany, még azt is kiszíta onnan. Aztán kirepült az ablakon, haza a gazdasszonyához. Akkor odaért, elkukorékolta, hogy kukorékó gazdasszony, nem leszünk már többet szegények. Ha ja, úgy is volt, abból a sok aranyból vett egy nagyon szép házat az öregasszony bepakoltat mindenféle szép bútorral, élelemmel, a kicsi kakasnak, meg aranyból csinált egy kakasülőt. Ezentúl ott vártam már mindig, hogy kell fel a nap. Ott van még most is arra felénk, arra jártok, menjetek, nézzétek meg. Ott ül mindig azon az aranykor kakasülőt, ott várja a napot. Itt a mese vége, tegyétek a jégre. Ha hol volt, hol nem volt, valamikor réges régen élt egy szegény ember. Az annyira szegény nem volt, mert volt neki két örökcséje, meg egy felesége. Egyszer azt mondja az ember, hallod -e te, asszony, mondja, azt mondja, van ott az erdő mellett azt a kicsi földet, azt mondja, elmegyek még szántom én. Hát, ha kerül bele valami vető, meg azt lesz legalább a gyerekeknek benne, hogy rövőre kenyérnek való. Úgy volt. Befogta a két ökröt, fölpakolta az ekét, kiment, azt elkezdett volt szántogatni, hogy szántogat, egyszer csak meghallja, hogy az erdőből ilyen nagy makogás, brumbogás hallik. Azt mondja, elmegyek, ma megnézem, hogy mi a fene az. Hát ment ment befel az erdőbe, odére egy tisztáshoz, akkor meglátja, hát egy medve verekedett egy kis nyúval. Akkor azt meglátta, úgy megkacagta, hogy meghallotta a medve, mikor odafordult, szegény ember azt mondja, Kik a engem, hát, hogy elfordult a nyúl el is szaladt, elrontottad a reggelimet, én ezért téged megeszlek. Szegény ember pont írják, kom, hát ne, ne haragudjál már, azt mondja, hat, hogy ne kacagtam volna, Ilyent kilátott, hogy egy medve egy kicsi verekzik, az engem nem érdekel, elrontottad a reggelimet, ezért megeszlek. Hát azt mondja, ne így már meg medvekom, hát ah, szántogatni jöttem ki a két ökröcskémmel, azt mondja, hát nem lesz kenyérnek való a gyerekeknek. Hát legalább annyit várja, azt mondja, hogy még megszántom azt a földet, még bevetem. Jó van szegény ember, azt mondja. Mivel van két ökröd, azt mondja, hogy én megengedem, mert azt mondja, te egy vagy, még a két, ökred, abban már nagyon jó fogok lakni. De miért végezel, én ott leszek, azt megeszlek. Ő nagy szomorúan ballagott vissza az öreg ember, szántogatott ott, szántogatott, lógott az orra, húzta a szántalba. egyszer csak jön a róka, meglátta, köszönnek illendően. Adj Isten, jó napot, öreg ember, azt mondja, ha mi lógatott te ennyi az orrodat? Jaj, rókakom, hagyjad ma, hogy gyártam, azt mondja. Hát itt szantogatok. egyszer csak hallom, hogy az erdőben nagy makogás, morgás, én meg nagy balga oda megyek, mondom, megnézem, hogy mi az. Hát egy medve verekedett, azt mondja, kicsi nyúval. Én meg megkacagtam, a medve meg erre megmeérkesedett, azt mondta, hogy megesz engem, mert elszaladt a nyú, oda a reggelje. Hát ezért vagyok ilyen bús. Oh, Ó, Hát én segítek rajtad. Azt mondja, ház nekem kilenc tyúkot, meg egy kakast, én megmeddelek a medvétől. Gondolkodik az öreg, azt mondja, ha kilenc tyúk, meg egy kakas. Ha nincs otthon, azt mondja, csak két kakas, meg egy tyúkunk. Hadd azt mondjam már, én is vagyok, arra azt mind a róka. Rendben van, azt mondja, róka, koma, megkapod. Na no, azt mondja, róka, most figyelj rám, menj el a szénégetőköz, kérjél tőlük egy nagy zsákot, aztán gyere vissza. De én elbújok a bokor alá, mikor már jön a medve, én elkezdek tűkölni, mint a vadászok, erre megijed a medve. Azt meg mondja neked, hogy bújtasd el. Te mondjad, hogy én nem tudlak elbújtatni, mert akkor majd bújj be a bokor alá. Majd erre fogja mondani, hogy ott, nem jó, hát ezeknek kutyájuk van, az kiszimatolnak. Akkor bújtasd bele a zsákba, azt meg. A többit majd oda elmondom. Ha hát tényleg úgy volt. Ha most már az öreg olyan vígabban szántogatta. Úgy délután arra be is fejezte a munkát. Ha e ha észitek, hanem a medve abba a pillanatban ott mint a leste volna az öreget. No, medve kom azt mondja, kell kezdjek, az ökrökkel vagy veled? Nekem mindegy medvekoma, ha ma így döntél, ahogy gondolod. Na, ment volna az öregnek a medve, mikor a rók elkezdett tűkölni, mint a vadászok. Tő, dő, meg hőj, a medve. Szegény ember, hallod? Hallom, medve koma, ha kikezek. Hát ezek vadászok, azt mondja, hajtsák az erdőt. Jó, azt mondja, az nekem nem jó. Hát ezek hogy durva olmot küldnek a bundám Ha hát, bújtas már el, szegény ember. Ha hát, nem tudlak elbújtatni, bújtatni Hát bújj, ott van az a jó sűrű bokor, hogy hát, nem találnak meg. Ó, azt mondja, hát ezeknek kutyájuk van, kiszimatol engem. Hát medvekom azt mondja, nincs nekem egyemem, csak ez a nagy zsákné. Ha Hát ebbe búj bele, azt mondja, hát majd lesz valami. Ha nem kellett kétszer mondani a medvének, egy bübelaj bújt a zsákba. Na no, nem is kellett az öregnek se több. Elkapta az axélt, jó parasztosan megcsomózta, hogy ne bírjon ki jönni a medve. De akkor jött is a róka, köszönt öregnek. Hagyj Isten öreg a azt mondja. Jó napot vadászúr. Nem látott erre valami vadakot, azt mondja. Farkas, rókat, medvé, Nem láttam én erre vadászúr. Egy darabot se. Hát ebben a zsákba, mi van, öreg ember? Hát ebben a zsákban csutak van, azt mondja. Csutak? Ha, akkor fog csak meg a balta adott, és csapja arra oda a csutakra. Nem kellett kétszer mondani az öregnek. Fély, megköpte a tenyerét, megfogta a báltát, fordított egyet a lapjára, arra. akkor oda suppantott a medve fejére, hogy azt se mondta, hogy bakfit, csak kinyúlt a zsákba. Na, mondja a róka, hát ott, ott szegény ember, így kell észre most én elmegyek, reggel megyek a kilenc Jóki, meg a kakasi. Jó, van, gyere meg, azt mondja Rók, akkor ma várlak. A Rók elment, az öreg fölpakolta, az ekét, befogta az ökröt, föltette a medvét, még ott gondolkodott. Né, azt mondja, hát én ezt még nyúzom, eladom a bőrit, hát ezért még lovat is vehetek. A húsat meg megesszük, meg betöltjük kolbáztak. Nagy boldogan ment haza. Akkor beért az udvarra, Jön az öreg asszony a felesége. Te, ember, azt mondja, mi van abban a nagy zsákban? E, hát, mi lenne, azt mondja, medve. Medve? Ha van volna medve, a tök egy puska sincs. Ne törődj vele, azt mondja, majd estére elmondom. Mindjárt kifordítom a bundájából. adok egy darab húst, sűzd meg, majd estére megvacsora azunk, azt elmondom. Ha úgy volt. Adott egy darab húst az öreg sütött, az öreg elpakolt az állatokat, meg kinyúzta a bőrt, kiterítette, lesózta, azt bement vacsoránál, meg elmondta, hát, tudod de hogy jártam, azt hogy Aki mentem szántogatni, ott szántogatok, egyszer csak az erdőből hallok ilyen nagy makogás morgást. Én balga meg oda mentem megnézni, hogy mi az. Hát a medve verekedett egy kicsi nyúlval. Nem mond azt mondja a felesége, de bizony, azt mondja. Én meg megkacagtam. Erre a medve úgy megharagudott, mert a nyúl elszaladt, hogy azt mondta, hogy engem megesz. De a róka megmentett. Igaz, hogy ígértem neki kilenc tyúkot, meg egy kakast, majd jön érte reggel. Azt mondja, a feleség ad nekünk nincs annyi. Ne törődj vele, azt mondja, többet észel, mint erővel. Te csak reggel azt csináld, amit én mondok. Azzal lefeküdtek. Hát, úgy volt. Halljátok-e, alig pirkat mána. Róka kopogtatott az ajtón. Hé, öreg ember, azt mondja. Hát jöttem az ilyen kilenc tyúki, meg a kakasé. Várja a rókakom, azt mondja, mindjárt, majd mindjárt segítek, megyek én. De ott csak kiült az acélére. Azt elkezdett tugatni, hogy a róka. Te, szegény ember, azt mondja, mi van ott bent nálad? Hagyjad ma, azt mondja róka, a a testebe jött két szelindek, állig bírom fogni őket, hát megérezték a szagodot, vesznek meg, mennének ki. Jó, azt mondja, hát ki ne enged, hát az nekem nem öröm, szétszaggatják a bundámot, de hogy kell a kilenc jó, csak ki ne enged őköt. Azzal a farka, a lába közé kapta a rókhoz, Torsd, gyí, neki az erdőnek, úgy elszaladt. Mert ha el nem szaladt volna, az én mesém is tovább tartott volna. Itt a mese vége, tedd a jégre, de el ne csúszsa véle. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn